reggelt mindenkinek, itt vagyok, olyan mindjárt 4:40 körül van, és itt vagyok már Rákoson, és néhány perc múlva jön az S80-as fölött, aztán azzal irány Gödöllő, ott át kell szállni az Egri gyorsra, aztán Füzesre vonj, és onnan Tiszafüred, és akkor Tiszató kerülés az így fog indulni. Jaj. Az első lépés az, hogy erre a vonat, ami remélhetően fölött lesz, akkor azzal el Gödöllőig, és közben a szúnyogok is jönnek. Ugye, Vágányzál van a Gödöllői héven, úgyhogy Kerepestől Gödöllőig nem jár a vonat, hanem pótlóbuszon, úgyhogy emiatt nem tudom hévvel vinni a biciklit, pedig egyiket azzal mentem volna, mert az közelebb van, úgyhogy marad a vonat. Hát remélhetően mindjárt megérkezik, és akkor indulunk tovább. És itt vagyunk közben Füzesabonyban, és itt a debreceni személy, három részes bézi, és tele biciklivel. Nem tudom, ezt hogy gondolták, hogy a Tiszatóra beraktak bicikliszállító nélküli vagont. Még hogyha ezért nincs itt csörgős inga, legalább egy úgysit rakhatnának rá, mert szerintem a biciklikkel alig férünk el. Tehát a pótkocsi is tele van, de még az utastérben is van bicikli, meg szerintem ott a motorban is van. Úgyhogy ezt nagyon jól megoldották. Ezt nagyon jól megoldották. Mindegy, akkor ezzel tovább visszafizetik. Egyébként van minden, ott jött a Hernyi Weger felől, de az Egri az egy kékfiolt volt, az már kiment. Még fél kell éppen, igaz? Csak itt a pótkocsiba van, de hogy nézésre 5 bicikli. És ott sőt, a pótkocsi másik végében is van legalább egy. És a másik egységben, amit megöltünk, még az utastérbe is vittek be bicikliket. Itt nem lehet, mert annyi szabad hely nincsen, hogy beférjen. Tényleg ez ilyen jól átgondolt rend, hogy egy bézét bedaktak egy ilyen vonalra, ami ilyen rengeteg biciklis van állandóan, ilyen a Tiszató kerülés az. És főleg most, hogy itt a kiváló járványügyi menetrenddel ráadásul, ez az egyetlen igazából életképes útvonal, ahol le lehet kerülni a Tiszatóhoz, mert a vonal a másik végén meg van az Újvárostól Vágányzál van, tehát Debrecenből szintén csak kerülővel lehet biciklivel lejönni. Első megálló, hol is vagyunk? A Mezőtárkányban vagyunk. Hát, kiszolgálat nélküli állomás. És akkor most valamire várunk. Vagy keresztre, vagy tapsra. Vagy utasra. Hagyja. Majd még ott eljön. További jó utat. Viszlát. Thank you.
Az is lehet, hogy ez is megedik. Jól lehet, ami van. Na jó, ezt látom, és akkor itt van Dani. Na igen, itt vagyunk közben. Ilyen vlogban a vlog. A tókerülés indul. Része ugye ezt a gőzösszel. Tiszafüredi vasútállomás a gőzösszel. Igen, amikor itt jártunk, ugye, amikor a Karcsa Tiszafüred vasútvonalát beutaztuk, akkor ugye ezt mutattam nektek. És ugye most ugye az volt egy tévesztésem ott, hogy ugye összekevertem, hogy merre ha... Amúgy arrafele lehet kimenni a bicikli útra. Összekevertem, hogy ugye a Karcsa, meg a Tiszafüred, vagy a Füzesabonyi vasútvonalat, és igazából pont fordítva mondtam, hogy a... Egyenesen tovább, az ott van Poroszló. És a bicikli úton azt írták, hogy Poroszló 8 km, a közúti meg az van, hogy 9. Autóval biztos többen, az hosszabb. Na ez az új izé, ez az új út. Hát én meg is lepődtem, hogy most BZ van, mert sose láttam még ezen a vonalon BZ-t. Vagy Dezino, vagy Uzsi, vagy Csörgős Inga volt eddig rajta mindig. Volt, hát én utaztam már Uzsival ezen a vonalon, szerint a 108-on. Azért most már inkább Dezinóval megy. Vagy Csörgős Ingával. Hát, hogy ne lehessen kocsival bejönni. Ez azért van. Ezt hitták sokan, hogy bicikli útnak. Hát valaki kicsit nem figyel, hogy éjszaka jön erre. Bár még elég rendesen ki van bójázva, aki ennek neki megy, az ne vezessen, csak háztartást. Biciklit se vezessen, inkább csak háztartást. Thank you.
Ott a gólya. Gólya, gólya, gilice. Megvan. Ja, jó, hát a dégák és tisztató kedülés egyik fázis. Na, itt lehet leengedni a tavat ennél a zsilipnél. Így, hogy most eltekerném azt a kedeket, akkor nem vennék észre leengedni az egész tavat itt van a vízés csatornában. És akkor átmenne Kínába az így. Hát lehet. Hát a Kínáig nem is, de itt valami csatornában le lehetne. Na, ennyi, hát akkor haladunk. Hát mennyi, jöttünk már, hogy 15 kilométert. Na, srácok, itt van, közben jön. Sziasztok, igen. Na, most már megint egymást veszük. Ugye most itt vagyunk a északi parton, ugye itt jöttünk végig, ugye ez a Tiszató kerülésnek ugye az unalmasabb szakasza. És ugye itt van ez a kis... Hát segedek, még a tovább is tartató, tehát... Ugye emlékszem még, ugye, amikor tavaly voltunk, akkor itt még állítottunk már, és... Akkor nem volt lezárva? Ez a tábla megakadályozta. Hát igen, akkor nem volt lezárva, szóval akkor még át tudtunk menni rajta. Hát most láthatjátok, hogy le van zárva. Nem. Nem azért zárták ezt le szerintem, mert hú, de veszélyes lenne, hanem hogy ne engedje le valaki itt a tavat így belé véletek. Hát igen. Oda. Hát ennyi látszik a tóból, szembefénybe. Na, csak közben megmutatom, hogy nekem is itt van a fejemben az esély, tehát én próbálok felvenni, csak megint sikerült eselejtes aksit kifognom, amíg 20 perc után megadta magát. Úgyhogy elvég óránként kéne aksit cserélni. Igen, mert egyébként 4 aksit hoztam magammal, és úgy, hogy egy az mindig a töltőn van, de egyszerűen csak egyet tudok tölteni, viszont hogyha gyorsabb ütemben merül, mint hogy egyet fel tudok tölteni, előbb-utóbb ki fog fogyni. Nem biztos, hogy kitartató végéig. Itt van egy régi híd ezen a töltésen. Hát, gondolom, hogy ez is valami leeresztő csatorna lehet, de... Nagyon le van rohadva már. És itt az új, hát igen, gondolom, hogy ez volt a régi híd, aztán mellé építették itt az újat. Hát akkor már jöjjön csinálni. Most azért a fényképezőt nem szedem elő, maximum telefonnal kattintok egyet rajta. Nézzünk így errefele is körbe, itt van a tisztató. Ja, és közben jönnek az autók állandóan. Elviszem a biciklit már. Igen, és igazából azt nem értem még továbbra sem, hogy amikor néhány éve erre jártam, akkor itt védakapuk voltak mindenhol, hogy az autók ne járkáljanak be, mert ide elvileg nem is lehetne behajtani, csak engedéllyel, amit csak a víz úgy ad ki, és akárkinek nem adják ki. És most meg egy védakaput nem láttam eddig, mert eddig jöttünk. Tehát szerintem leszerelték a védakapukat. Pedig az egy nagy találmány volt, tehát tizedennyi autó nem volt, amikor legutóbb erre jártam. Most meg jön ide mindenki. Hát igen, és 90%-kal tudja, hogy nincs engedélye ide bejönni. Azt mondja, és akkor itt vagyunk a kiskörei erőműnek az üzemi hídjánál. Hát ezen a közúti forgalom ugyan zajlik, meg biciklés itt kell majd átmennünk, viszont csak egy. Egy sáv széles. Na, sáv, akkor itt vagyunk kiskörei. Eredetileg az volt a terv egyébként, hogy ugye amikor ez megépült volna, akkor átterelték volna ide a forgalmat. A közúti hídon, amelyik arra felől van, a közös közúti vasútiról csak. De baj, hogy egy picivel keskenyebb lett, és a két sáv nem fért el rajta, és ezért nem csinálják meg. Vagy Moldova könyvében is írnak róla, hogy nem olyan egyszerű bővíteni, mint a tyúkket veszett egy ilyen hidat, és azóta se csinálták meg. Ja. Szerintem át tudunk. Ja, túloldalt menjünk át, és akkor ott... Igen, vagy lehézzem, hogyha másik irányba mentünk volna. Hát lehet, megnézhetjük, arrafele nem jártam. Arra úgy nem ilyen talgúton kérni menni. Igen, mert most az itt a... Ma, hogy a közúti, vasúti hidat itt meg akarod nézni, és... Igen. Jártam, mert igen. Egyszer jártam arra, és akkor te errefele mentem, és itt van egy ilyen, egy kicsit szabad földút, és ott el lehet menni, csak... De másik oldalt meg lehet, hogy van betonút, és akkor jobb ott menni, mert kevésbé defektveszélyes. Mit adott általadás engedélye? Nem tudom, hát igazán, mert igen, ez az erőműnek a hídja, de most nézd meg, sokan még át is gyalogolnak rajta, tehát nem értem, miért ne lehetne rajta megállni. Egy hegy a fölök. Azt a talok teszi szöld. Mindjárt ezért éri a H20-at. $3 a szűzszer. De nem a kiskörei kiszállítottam. És egyébként a közös híd az ott van, talán az már a pillérje, ami ott a távolban látszik. Ugye, jelenleg is ugye megy itt az örmény. Nem, tehát amúgy... Örmény? Mi ez? Örmény. Örmény. Hát itt örvénynek itt az én, mert itt vannak a zsilipek. De vissza is dob, tehát az örmény meg az a tulajdonsága, hogy amit lehúz egyik oldalt, kidobja a másik oldalt. És itt van az erőmű. Hát itt ilyen turbina, azért örvénik egyébként, itt van a turbina kerekek, amik az áramot termelik, átzavarják a vizet a turbinákon, és azt termeli az áramot. De jó koszos itt a víz, azt nézze. Hordalékot hoz. Igen. Hát itt engedik bele a Tiszába, tehát a tóba. Így az, igen. Itt aztán nagyon kenés, és itt van egyébként ez a
az előművi út, ami de amúgy, hogy pont ennyi szélesség hiányzik, tehát még végig az a kb. 20-30 cm, hogy itt ízé két sáv legyen. Igaz, hogy akkor járt, de már nem férne el. Tehát ezt annól elméletezték, hogy a két nyomvonal nem lett meg, különben ide tevelték volna a közúti forgalmat. Erről már Moldova is írt, ugye a mozdony füstje megcsapódban, erről külön fejezett van a Kiskunhalyi-Tisza hídról. És mai napig az egyetlen közös nagyvasúti és közúti híd. Ott van a Loch Ness-i szörny megint, igen. Hát valami ézé, uszadékfa. Hát fa, sima fa. Ez a milyen, hol vagyunk most? Most egy Kiskörénél az előműnek a hídján. Kiskörei szörnyet. Igen. Igen, ez az előműnek a hídja. Most megy a fejeden és a kamera most amúgy. Na. És akkor egy kis érdekesség, innen itt van a Kiskörei közös közúti vasúti híd. De ennek ez a Magyarországon ez az egyetlen olyan híd, ami még ezért a nagyvasút és közút közösen használ. Tehát itt egy sáv van a közútnak, ami a sinekeken megy, és menetirányváltás pedig a Kiskörei bakter végzi a túloldalt. Én mindjárt megyek, csak már kicsitem, már time-lapset csinálok már. Elmegyek szétnézni. Ez itt az érdekessége, hogy tehátok, hogy ott megy a vasút, és itt a közút, és ennyi. Igen, hát váltakozó irányú a forgalom, tehát az azt jelenti, hogy mindig csak az egyiknél. És egy ilyen 5-6 perceként a Kiskörei bakter ezért váltja a menetirány. Ott a túloldalt van a Kiskörei bakterház, és onnan kezeli a bakter. És hogyha ha vonat jön, akkor mind a két irányt lezárja. Egyébként meg váltakozva, hol az egyiket, hol a másikat. Ez pedig a Tiszának az ártere. Mint látjátok, de most eléggé kín van a víz. Ja, hát, hogy ja, akkor most vonat az nem jön. De az lenne még itt a szép, hogyha van a vonatot is el tudnánk csípni, de... Igazából ez egy elég nagy érdekessége itt ennek a környéknek, meg igazából az országnak is ügyék. Magat látszik egy szelvénykő háttérbe. A vasút meg ugye a közúti. És egyébként ott a másik híd, az látszik a távolban, az előbb mindegy a hídja. Igazából is akkor most... Ó, na akkor sikerül elkapni egy menetirányváltást. Tehát most a másik sávot engedik. Hát ez igazából a bakter döntése egyébként ezzel szerintem. Úgy tudom, hogy nincs rá norma idő megadva, hogy meddig kell lezárni a két irány. Tehát ahogy a bakter dönt, úgy zajlik a váltakozó irányú forgalom. Általában ilyen 5 percenként menetirányt szoktak váltani. Nem látjátok most akkor. De hogyha nagyon felgyűlik eset, akkor gondolom hamarabb is elengedi. Tehát most látjátok, most elengedte azt a pár autót, és a másik oldalt meg le van zárva. És hát ennyi ez a közös közúti vasúti híd. És egyébként nem azért, sokan azt hiszik, hogy az országban ez az egyetlen ilyen híd, ez nem igaz, de nagy vasúton tényleg az egyetlen. Normál nyomtávú vasúti pályán az egyetlen, viszont keskeny nyomtávon van még ilyen közös híd. A Balatonfenyvesi kisvasúton van még egy híd, ami közúttal közös, de az keskeny nyomtáv. És nem is betonozott, úgy tudom, az földúton keresztül megy. Halványan látom a kamerának a kijelzőjét, úgyhogy jó most látok. Vegyek fél, látszik, így készül egy videó. És láthatjátok, hogy ugye itt vagyok, vagy most mi van? Nem... Hát már várjál, lehet egyébként, mert figyelj, mind a két csodompó le van engedve. Azt figyeltem, mind a kettő le van engedve. Hát akkor még ide guggolnék, bold, és innen várjál. Vagy lehet, hogy a másik... Timelapse-et akartam még. Azt akartam. Hallod, én ide guggolnék, és akkor messze... Ja nem, felmegy a csodompó, jó, csak volt egy kis késletet. Ja, igen, a szénás szekér együttható. Megint más, tehát, hogyha éppen átment egy szénás szekér, akkor amikor lecsukták, az is átérjen. Itt van az egyik ritka pillanat egyike, hogy a hídon vonat is fog jönni, ezért most azért van mind a két oldalt lezárva a híd, és az előbb itt volt a bakter is biciklivel, és végig ment. 10 perc most előszed, így halad. Hát, de időbe kell neki engedélyt kérni. És ott jön a guduló almás láda. Nagyon büszketek. Az még jobb. 388-as.
És talán megérkezés, biciklik itt vannak, a víz ott van, hamarosan én is ott leszek benne. Arra felel meg a strand, és... Ja, és még ott van a fejemben a kamera, nem tudom mit vesz most még. Vannak benne hiányos etapok, mert olyan, amikor megálltam inni, akkor vettem észre, hogy nem vesz, és már ki tudja mióta nem vett. Egyszer sem megadta magát az aksi és annyi, tehát vannak ilyen kihagyott szakaszok, de igyekeztem az út teljes részét felvenni, de most már akkor kikapcsolom, mert elfogy abból is a szufla. Verk film, így készül a vlog. Lesifotós videó, hogy a mindenadik közlekedés így készíti a videóit. Igen. Most lebuktál, vagy látod, most elárulom a titkot, hogyha ezt felrakom. Akkor kiderül, hogy veszed fel a videóidat. Nem, mintha más nem jött volna a vár rá azonnal, egy-két ilyen videót megnézen. Józan parasztétel meg lehet figyelni. Hát nem, hát hogy vonaton is, amikor a múltkor videóztál, hogy a gyakciókamera van felrakva a sarokba, ami nagy látószögbe vesz, meg a kamera, amit így 2 centire tartasz az arcodtól, és úgy videózol. És akkor nézzétek meg, hogy nesze nektek 30 faktoros naptej, de valamiért csak itt égtem le, pedig itt kentem be magamat a legjobban. De mi, úgy figyeljetek, hogy lenyél mennek. Fú, meg... Erre a videó... Meg van a padaszpóló is, úgy látom, hogy a padaszpólót is sikerült összeszedni. Jó, gyere, visszajöttünk. Veszed? Na, srácok, hát akkor visszajöttünk ide Tiszafüredbe, és igazából nagyjából így nézünk ki. Bár én ugye nem égtem le annyira, de azért... Danina azért vagy pár... Hát, nálam még a padaszpóló is itt van. És ott vagyunk, ahonnan elindultunk reggel. Visszajöttünk a vasútállomásra. Na, srácok, hát akkor vissza is értünk a vasútállomásra. Hát ti mindjárt mentek, a ti vonatotok az mindjárt itt van. Most annyit szuper, hogy egyszerre beszélünk, szóval éppen, hogy ide értem. Akkor mondja te. A boltban egy dikazot is lekaptam, majd ezt úgy igazából majd bevágom a videóban. Úgyhogy a Dani szerint most a... 174-es Söni fog jönni. Mindenképp. De amúgy a klasszik csörgőben csak egy darab van, nem? Nem, hát több is, hát amit nem remotorizáltak, az mind klasszik. Retro festésűből, de már abból se egy van. Már nem csak a 143-as. Meg a retro festés között. Nem, most, hát mert a retro festés, ezt visszafestették az eredeti szinten szerint. A 143-as például. Most várjuk ezt a... De csörgős vonat fog jönni. Hát a vezérlőkocsi éged, de nektek most szerencsétek lesz, mert de legalább biztos felfér az összes bicikli. Igen. És látjátok, hogy most is mennyien jöttek biciklivel, és itt mindenki arra vonatra vár, mert a másik az... Szerintem én akkor innen megérkezem, mert figyeljetem ilyen utolsó. Másik irányban lévő az fél órával, később indulom, mert én is megyek. Úgyhogy akkor ez... Hát ez már nagyjából lehet a végszó, de még lehet, hogy vlogolok a vonaton is. Még azért nekem hosszú az útpestig. Igen. Ja, hát nekem még nem biztos, hát azért még most... De lehet, hogy ez lesz a végszó. Majd még meglátom, hogy ahogy a vonaton veszek-e föl, vagy majd Rákosról, mikor leszálltam. Ami most jelenleg a 26-os Desiro füzes a Bonyig, és hát látjátok, hogy azért elég sok biciklis van megint rajta. Nézzek meg, hogy azért ilyenkor Desirót bedakni egy olyan vonalra, ahol főleg biciklivel megy mindenki, és most már 108-as vonal az egyetlen lenne, ahol emberi időben is lehet a Tiszatóra lejönni biciklizni, hát ez nem túl jó ötlet, de éppen hogy csak felfértek a biciklik. Most még egy következő megállom, még felszállnak egy páramba, amik nem valószínű, hogy a Borosztónál meg Visszafirednél szállnak fel legtöbben, de ha még ide biciklivel szállnak fel, akkor már baj lesz, mert nehezen fog már elférni. Na és akkor üdvözletem innen Füzesabonyból. Most már hazafele várom a pesti gyorsot. Ugye, ott van a Desiro-on, mert megérkeztem, közben mellé állt még egy. Tehát a szokásos, egyet ide fog jönni majd a vonat. Tehát bent egy egri,
Dupla szilivel, meg vezérlőkocsival. És gyakorlatilag ennyi. Most a felhozatal, más nincs. Azt pedig mindjárt megnézem a vonatdroidon, hogy keleti fele mi fog jönni, viszont ez a gyors vonat megáll Ákosol, legalábbis a menetrend szerint, úgyhogy jó, nem kell átszállni többé. Ezzel szépen elmegyek Ákosra, és onnan meg hazatekerek. Itt van a spotter bicikli is, látod. Tiszató kerülés lassan a végéhez közeledik. És akkor jelentkezünk a fölöttől hazafele menet. Hát egy kisebb bicikliból kimennyiségű bicikli itt is van. Viszont most csoszogunk is szépen 15-tel gödöllő állami telepeknél. Aha, és itt van a jelzés is. Mindegy, hogy szépen lassan, tehát még sikerült beleszaladni egy diszperzavarba is. Igen, és ezt valaki írta is YouTube-on a videó alá kommentálnak, hogy pont is a szegnél diszperzavar van, hát úgy tűnik bejött. Még átjöttünk az előbb egy átjáról, ami viszont lezárt, tehát azzal már nincs baj, viszont valószínűleg térköz használhatatlan, és megyünk 15-tel. És még mindig fel. És most nagyjából állami telepeknél vagyunk csak. Tehát így viszont lesz késés, ami 15-tel, mindegy még. Hát ez egy jó biciklis tempó. Így ilyen meddig legalább ennyivel halad, addig mindig jobban jár, mint a biciklivel mennék. Mert nagyjából lesz a ez egy laza tekerés biciklével, ez a 15-ös tempón, mert most megyünk. Hoppá, na most már tudálunk is. Nem mi tudáltunk, ez egy másik vonat volt. Aha, és itt van. Itt a probléma, ezért van a gyökkettes rászorgás. Ez a sodompó használhatatlan. Na, hát ennek annyi. Aha, hát ez ellen zavarba. Ez nem mutat semmit, és a sodompó úgy itt van. Nem csoda, hogy gyomni kell a dudát. És akkor sikerült megérkezni Rákosra. Innen már csak haza kell tekerni, alig egy pár kilométer. És Rákoson rengeteg szúnyog van. Hát alig, hogy leszálltam alatt, és kisételtem ide, hát gyakorlatilag össze-vissza csipkedtek a szúnyogok. Így körülbelül egy perc alatt. Nem, hát tényleg van még körülbelül 2-3 kilométer biciklizés, és otthon is vagyok. És akkor a tiszatavi túra az nagyjából ennyi volt. Úgyhogy sziasztok, majd legközelebbi videóban találkozunk.